A Szent Márton kultuszához kapcsolódó népszokások legfőképpen a paraszti életmódhoz kötődtek, így a múzeum munkatársai a szombati napon arra helyezték a hangsúlyt, hogy az ezzel az életmóddal együtt járó tevékenységeket közelebb hozzák a mai kor emberéhez. Fontosnak tartották, hogy a család minden tagja találjon magának valamilyen elfoglaltságot. Libákat lehet készíteni különféle technikákkal, lehet dekopás technikával, kis falkorongra libaképet rá applikálni, lehet készíteni dekorgumiból, filcanyagból libákat, nyomdatechnikával kis libás képet, főleg ezt a kisebb korosztálynak ajánljuk. Lutollal ki lehet próbálni az írást, a mai gyerekeknek már ez se olyan egyszerű dolog. A golyóstólhoz vagyunk ugye szokva, meg a ceruzához, és ki lehet próbálni, hogy bizony-bizony minden betűnél bele kell mártani abba a tintába ezt a kihegyezett lutollat. Így írtak ugye régen. Hozzátette, a különböző tevékenységek elsajátításában önkéntesek is segítették a kilátogatókat. Kelemenné Goldis Julianna asztalánál például lúdgége, vagy más néven csigatésztát sodorhattak a gyerekek. Mököt csinálna tésztát, de most ugye a tésztából kicsiket veszünk ki, és akkor valamennyit csípünk le belőle, kinyújtjuk, és akkor utána csőrege vágóval ilyen darabokra eldaraboljuk, és akkor úgy készítjük, ahogy a srácok. A kislány is, a kisfiú is, ők csinálják itt. Én megmutatom, hogy kül nekik. Van itt a saját csinálója, ez például a saját csinálója, ez ide kell bedugni így. És akkor ezt így árulják, akkor ezt kivesszük, és akkor ebbe is lehet csinálni. Csak otthon az egy kicsit vékonyabbra csináljuk, mert könnyebb vele válni, de úgy itt kint. És akkor ez szépen lejön így róla. A kellemes, napsütéses, őszies időjárás sok embert kicsalogatott a helyszínre. Faragó János Kecskemét környékéről érkezett Makóra párjával és unokájával. Tegnap jöttünk, és itt nézelődünk, és idekeveredtünk, megláttuk, hogy van itt ez a kis műsor, és akkor hát itt ezt végignéztük, itt a legény, kipróbált Mátyét játékot, meg kitöltött ilyen kis tesztet. Mint megtudtuk, rövid írásos ismertetőket is kihelyeztek a szervezők, amelyekből az érdeklődők részletesen megismerhették a mártonnapi hiedelmeket. Az újonnan elsajátított tudásról a legbátrabbak egy játékos kvíz formájában számot is adhattak. A jó válaszokért természetesen ajándék volt a jutalom.